Március 15-ig meghosszabbította a kormány a járványügyi korlátozásokat. Az intézkedést a járványügyi adatok is indokolják, mind a fertőzöttek, mind a kórházban ápoltak száma riasztó mértékben emelkedik. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a következő egy-két hétben drámaian romolhatnak a járványügyi mutatók. A harmadik hullám zajlik, méghozzá erőteljes emelkedő számokról tesz tanúbizonyságot. Meredeken nő a koronavírussal fertőzöttek száma, jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Ezt támasztják alá a számok is. Február 16-án 823 főt azonosítottak koronavírussal. Ez a szám mostanra már több mint ötszörös. A legfrissebb adatok szerint újabb 4385 esetben mutatták ki a koronavírus fertőzést itthon. Elhunyt 120 többségében idős krónikus beteg. Jelenleg több mint 4800 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük pedig 411-en vannak lélegeztetőgépen. Ezt az emelkedést csak is úgy tudjuk megtörni és mérsékelni, illetve megfordítani, hogyha az egyéni és a csoportos közösségi védelmünket is nagy mértékben fokozzuk. A járványügyi szakértők véleménye teljesen egyértelmű. A harmadik hullám elérte Magyarországot. A következő egy-két hétben akár drámaian is romolhatnak a járványügyi mutatók, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a vírus számos mutációja is megjelent, amelyek lényegesen gyorsabban terjednek az eredetinél. Ebben a helyzetben tehát mind a járványügyi szakértők, mind pedig az operatív törzs tagjai azt javasolták a kormánynak, hogy a korlátozásokat hosszabbítsuk meg és tartsuk fenn. Ennek megfelelő döntést hozott a tegnap ülésén a kormány. Március 15-éig a kormány a jelenlegi szabályokat változatlan formában fenntartja. Ez azt jelenti, hogy érvényben marad a kijárási tilalom este 8 és reggel 5 óra között. Továbbra is kötelező a maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos szabályok betartása. A kórházakban és az idős otthonokban érvényben marad a látogatási tilalom. Marad a digitális oktatás is a középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben. Az üzletek ezután is este 7 óráig maradhatnak nyitva. Ez alól kivételek a benzinkutak és a gyógyszertárak. Éttermekben pedig továbbra is csak az étel elvitele céljából tartózkodhat vendég. A szállodák csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendéget fogadhatnak. A közterületi parkolás továbbra is ingyen. Minden gyülekezés és rendezvény megtartása tilos. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesstermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket, korcsolyapályákat. Magán és családi rendezvények nem számítva 14 év alattiakat maximum 10 ember részvételével tarthatók meg. Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők pedig csak lakodalom nélkül tarthatók meg. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja.